Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Most dr. Horkovics Jánoshoz jöttünk el. Körülbelül fél éve voltunk, jártunk itt nálad, János, és akkor fantasztikus dolgokat meséltél erről az új gyógyító módról. Milyen tapasztalatok vannak? Kiknek érdemes, kiknek segít ez a Citonon Plus? Hát valóban, mivel a Hungtelevízió most le van tiltva, ugye én megpróbálok erről a citonom kezelésre egy átfogó tájékoztatást adni. Ez az injekcióhoz, hogy ez létrejöhessen, három tudósnak a munkássága mindenképpen szükséges volt. Az első az a Masaru Emoto nevezető japán tudós volt, aki rengeteget kísérletezett a vízzel. Na most ő teljesen egyértelműen be tudta bizonyítani, hogy a vízmolekula az a fajta molekula, ami képes a szerkezetén belül tárolni egy frekvenciát, akár elektromagnetikus frekvenciát is. Most ennek az alapján jött létre ez az injekció. A másik két kutató, ami szintén nagyon fontos szerepet játszik ebbe az injekcióba, a másik az Bertok Lorand volt, aki egy tollerin nevezetű oltóanyagot hozott létre, ami arra képes, hogy annyira megemelje az immunrendszernek a működését, hogy akár egy szepszis, tehát vérmérgezést le tudjon állítani. Tudni kell arra azt, hogy a szepszisre évente több ezer ember meghal Magyarországon, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Sajnos neki a élet tragédiája az, hogy hasonló dolgokon megy keresztül, mint annak idején Horváth professzor úr, nincs állami támogatás, nem segítik, úgyhogy valószínűleg, hogy ez az ember szerencsétlen, ugye most már 84 éves, ha jól tudom, ha el fog menni, akkor valószínűleg magával viszi a tudást. Ez megint a Magyarországnak a sors tragédiája, vagy sors iróniája, ilyen tudósaink vannak. A harmadik tudós, ami mindenképpen kellett hozzá, az maga Horváth István professzor úr, mert ő dolgozta ki azt a fajta vakcinát, aminek a segítségével egy olyan immunrendszert épített föl, ami egy olyan fehérjett sapkákat épített föl, ami hogyha rá csatlakozott a rossz koleszterinre, akkor bizonylékonyá tette, és ennél fogva tudta leoldani a érelmeszesedést az érfalról. Ugye, ebben az esetben, ebben az oltásban nem kémiai anyagokat használunk, hanem frekvenciákat. A Masaru Emoto japán tudósnak a felfedezése útján vált ez lehetségessé. Két frekvenciát viszünk be az oltóanyagba, egyik a tollerinnek a frekvenciája, és másik a horvát vakcinának a frekvenciája. Na most az az érdekes, hogy ez a két frekvencia ez hatékonyabban működik, mint maguk a kémiai anyagok. Ez egy érdekes dolog. Én is először szkeptikusan álltam hozzá, de miután ezzel elkezdtem foglalkozni, teljesen egyértelműen bizonyítás nyert előttem, mert ez a rengeteg embernek a visszajelzése ezt teljesen egyértelművé tette. Ugye mire képesek ezek a dolgok? Hát ugye a Horváth István vakcinának a hatékonysága nem volt olyan magas, mint ennek. Én szerény megállapításom szerint közben a 40-60% sikerkótával dolgozott. Ez azért volt csak ennyi, mert ottan az kellett, hogy egy megfelelően jó működő immunrendszer kellett ahhoz, hogy a sikert elérjük a horvát vakcinával kapcsolatban. Akinek nem volt megfelelően működőképes immunrendszere, ott többször kellett immunizálni, nem volt elég egy kúra, két kúra, három kúra is kellett, hogy a megfelelő effektus el lehessen érni. Most ennél nem ez a helyzet, hisz benne van két olyan frekvencia, amely közül az egyik eleve megemeli nagyon erősen az immunrendszer működését, úgyhogy nyilvánvalóan a válasz is megfelelően intenzívebbé válik. Ezt csinálja a tollerin. A másik frekvencia, amit a horvát vakcinából volt levéve, ez ugyanazt végzi el, mint maga a kémia anyag, az a koleszterin izomér, amit a horvát professzor úr használt, hogy elindítja annak a magasabb szinten levő immunrendszernek azt a működését, ami ezeket a kis fehérje sapkákat képzi, ami a rossz koleszterin van ráépülve, oldékonyan teszi a koleszterint. És mivel hogy itt eleve már a koleszterin hatása egy magas immunrendszerrel találkozik az egész folyamat, ennél fogva, ahogy itt látom a beteganyagon keresztül, kb. 85, talán esetleg 90% a pozitív visszajelzés. És ez egy óriási dolog, mert én nem nagyon ismerek olyan gyógyszert a gyógyszeriparnak a termékeink közül, aki ilyen magas kvótával tud dolgozni.
Most elképzelhető ez az orvoslázban valahol a jövőnek az útja, mert ezért, hogyha, mivel hogy ez most bizonyítást nyert, hogy ez így működik, hát gondoljanak bele a kedves nézők, hogy mennyi olyan értékes gyógyszer lehet úgy létrehozni, hogy a frekvencián keresztül mellékhatás nélkül tudunk kezelni embereket. Hát ez egy óriási dolog. Van ennek egy honlapja, azt szerencsére még nem törölték az interneten, ami a Citonon Plus név alatt, ha valaki beüti, akkor megtekinthető. Ott föl vannak sorolva azok a leggyakoribb visszajelzések. Az azért mondom a leggyakoribb, mert aki megkapja ezt az injekció sorozatot, az legalább 85%-kal ezekkel a visszajelzésekkel találkozik. Most mik ezek a visszajelzések, a leggyakoribb visszajelzések? Egyrészt, hogy a közérzet nagyon erősen javul. Az alvás kiegyenlítővé válik, kialusszák magukat az emberek, a hajnövekedés fokozódik, a memória fog rendbe jön, az agyműködés javul, két fontos artéria, ami ellátja az agyat vérrel, illetve táplálékkal, és sajnos vannak olyan emberek, akkor 70-80% szűkület van. Hát a jelenlegi hivatalos megoldás az, hogy ezeket megoperálják és megpróbálják kiszedni a vérből ezeket a rögöket, nem rögöket, ezeket a érelmeszerzési területeket. Ez a műtét zömmel sikerül, de van, amikor nem, mert betrombotizálódik, és aztán ott a nagy baj, mert jön utána az agyi probléma. Hát például ennél az injekciónál az a visszajelzésünknek legalábbis a döntő részében, hogy egy 9 hónap, 10 hónap, 11 hónap alatt 70-80%-kal visszaépül ez a szűkület. Általában egy éven belül kitisztulnak az erek, azt lehet mondani. És ugyanazt azok a szívben, hogy a koronáriák, vagy a koszorús erek a szívben, amelyek a szívizomzatot látják el, táplálnak az oxigénnel, hát hogyha ezek elzárodnak, vagy beszűkülnek, ha csak beszűkülnek, jönnek az anginás rohamok, ugye az erős szívfájdalom, meg ilyen balkarabb, a kisugárzó fájdalommal való tünetcsoport, amit aztán valamikor később követ az infarktus. Na most ezzel az injekcióval általában egy fél éven belül, 9 hónapon belül ezeket az ereket kitisztít. Hát a Horváth István professzorúrnak a megállapítása az volt, hogy körülbelül 40 év az, amikor elindul a érelmeszerzésnek a folyamata. Hisz akkor csökken az a immunstátusz, ami termeli azokat a kis fehérje sapkákat, az öregség előre haladtával egyre gyengébben működik. Tehát egyre kevesebb rossz koleszterin lesz ellátva ezekkel a sapkákkal, és azok viszont be tudnak akkor épülni az infarktusba. Nyilván ennek a folyamatnak az elején nincs még semmi panasz. De a panaszok aztán sajnos az esetek jó részében megjelennek. És hogyha én meglátásom szerint, hogyha ezt az injekciókúrát valaki megkapna 40 éves korában először, akkor ezt a folyamatot le lehet állítani, illetve hogyha valami volt, akkor azt vissza lehet fejleszteni. És hogyha teljesen rendbe jött az érrendszere, akkor elég két évenként egyetlen egy injekció, hogy szinten tartsuk azt az állapotot, amit ez az injekciós sorozat rendbe hozott. És ez nem csak azokra vonatkozik, akik már súlyos panaszokkal küszködnek, mert általában azt lehet mondani, hogy nem egy ember volt nálam, aki bekopogott 200-as vérnyomással, gyógyszereket szedett rá, és egy év alatt elértük azt, hogy nem kell egy gyógyszer, és 120/80 lett a vérnyomása. És ez nem egy ember, ezekből sorozatot lehetne most már itten felállítani. Pár hónappal ezelőtt voltak nálam egymás után olyan emberek, akiknek a lábuk vagy tértől lefelé volt fekete, vagy bokától lefelé volt fekete. Hát ezeket ugye a hivatalos orvoslás elkezdte csonkolni, ugye levágták ezt az egyik ujját, a másik ujját, stb. Volt egy nagyon helyes, egy nyugdíjas honvéd ezredes nálam, aki hozzá volt szokva, hogy a egész életében parancsokat osztogatott a katonáknak, tehát nem tudott halkan beszélni. Most bevittem őt a stúdióba, ugyanis ő tértől lefelé fekete volt a lába, és tértől akarták amputálni már a lábát neki. Megkapta a kúrát, mit adott Isten, nem került sor az amputáció, mert kezdett visszafehéredni a lába. És ugyanaz volt egy másik idős úrral, akinek bokától lefelé volt fekete a lába, megkapta a kúrát, szépen elmúlt neki a problémája, nem kellett operálni. Rengeteg ilyen visszajelzés van. Meg tudok említeni még más, nem olyan sok, nem olyan gyakori visszajelzést, de előbb felsoroltam, de voltak olyanok, hogy mit tudom, volt egy ember, aki nyitott mellkas szívműtétre várt, mert olyan hosszú távon voltak a koszorús erek a szívbe elszűkülve, hogy más lehetőséget az orvoslás nem látott. Ő kérdezte, hogy én neki ezt ebben az esetben javaslom, mondom, nem tudom fölvállalni ezzel a kockázatot vagy a felelősséget, mert ilyen szűkület mellett bármelyik pillanatban jöhet az infarktus és belehal. Szóval ezt neki kell eldönteni. Ő fölvállalta a kockázatot, megkapta a kúrát,
kóra után elment kontrollra, az orvosok nem értették, mi történt vele, azt mondták, nyugodtan hazamehet sportolni, nem kell megoperálni. Szóval, meg volt nálam egy 74 éves hölgy, akinek agyvérzése volt, le volt vénulva a fél oldala, még a kórát nem fejeztük teljesen be, már sufrikált a béna kezével. Ezekről az emberekről mind csináltam felvételt, ez mind rá is került a Hun televízióra. Legalább 50 embernek a visszajelzése rajta volt, ahol a legkülönbözőbb betegségből beszámolnak, hogy hogy jöttek rendbe. Sajnos a Hun televíziónak a letiltásával ezek a felvételek mind elvesztek. Hát most nem tudom, hogy megvan az esély, hogy 3 hónap múlva visszaállítják a Hun televíziót, ez a jövő titka. Tehát ezzel a kúrával gyakorlatilag ezek nagyon jól megelőzhetők és gyógyíthatók. Ne felejtsük el, bocsánat, mert egy fontos dologról nem beszéltünk, a cukorbetegségről. Igen. Ugye rengeteg ember szenved benne. Most a időskori cukorbetegségnek a hátterében nagyon gyakran az van, hogy a hasnyálmirigyet ellátó ütőér az érelmeszesedésben van szűkülve. Aha. És ennél fogva azok az úgynevezett Langerhans sejtecskékben, a hasnyálmirigyben, amelyek az inzulin termelik, nem kapják megfelelő táplálékot, nem kapják meg a megfelelő oxigénellátást, tehát a sejtecskék elkezdenek zsugorodni, illetve lassacskán tönkre menni. Most ameddig az a sejtecskék meg ott működnek, akkor mit csinálnak a hivatalos orvoslásban? Adnak nekik tablettákat, amivel ezeket a gyengébb sejtekből megpróbálják kihozni a maximumot. Ugyanazt csinálják, mint egy rabszolgával a ostorcsapás. Szerencsétlen rabszolgát addig ütik, verik, még dolgozik, de aztán idő után nem bírja tovább és elpusztul. Ugyanezt történik a hasnyálmirigyen. Most, hogyha én kinyitom az eret, újra elindul a normális vérkeringés, akkor a még meglevő Langerhans sejtecskék magukhoz térnek, és ha még nem pusztultak mindel, ebben az esetben ez az ember meggyógyul. Véglegesen a cukorbetegségéből. Nyilvánvaló, hogyha már átérnek az inzulinra, akkor ezeknek a sejtecskének a döntő része már elpusztult. Hisz azért kell az inzulint adni, mert már nincs, ami termelje. Még ebben az esetben is javulást tapasztaltunk, az azt jelenti úgy, hogy kevesebb inzulinre volt szüksége, teljesen ezeket nem tudtuk meggyógyítani. De akiknek még a Langerhans sejtecskék még életképesek voltak valamilyen szinten, ott nagyon sok a gyógyulás, a végleges gyógyulás. De hát mi a helyzet azzal, aki Szegeden vagy Pécsen nézi meg ezt, hát, a videót? Ugye nem sok orvos volt, aki ezzel foglalkozott, úgyhogy sajnos egy olyan tapasztalatom van, hogyha valaki eljön Pécsről, vagy Erdélyből, vagy akárhonnan, Felvidékről is, ameddig ez a vírus járvány őrület nem létezett, akkor jöttek Kanadától, Ausztráliáig, Izraeltől, mindenhol jönnek emberek, akik nyilván a Hun televíziót néztek, tudomást szereztek róla, és el tudtak jönni. Ugye sajnos nagyon gyakran találkozok egy olyan problémával, hogy ezt a citonormot, ami egy gyönyörű szép Európai Uniós pakolásban van beletéve, itt vannak benne az Európai Uniós engedélyezési számok, úgyhogy egy teljesen legális dologról van szó, nem beszélve arról, hogy a benne levő összetételt, hogyha veszi a fáradtságot egy orvos és megnézi, hogy mi van ott, nincs mitől félnie. Ettől függetlenül nagyon sokszor találkozok annal, ide jön valaki 200 kilométerről, elvinni magával az egész kúrát, és a házi orvosa nem hajlandó beadni, mert azt mondja, hogy ilyen hülyeségekkel nem foglalkozik, nem akar kuruzsolni meg ilyeneket. Hát én szerintem ezeknek utána kell nézni, ennek a technológiának, hogy ez mennyire valós. Én se ismertem, az egyetemen nem tanultanak a frekvenciás kezelésekről semmit az égvilágon, illetve hogy a vízmolekula képes frekvenciát tárolni, ez számunkra teljesen ismeretlen terület volt. Na hát én azokat is kérem, ezeket a kollégát, nézzenek utána, és nézzenek utána azoknak az embereknek, akik ilyen kúrát már megkaptak, és milyen komoly betegségbe gyógyultak meg. És akkor nézzenek abba is bele, hogy ebbe a citonorm injekcióba mit tartalmaz. Nézzenek be a honlapba, fogják látni, hogy ami benne van, az semmiképpen nem tud ártani. Semmilyen kóros mellékhatás ennek a kezelésnek nincs. 3 vízoldékony anyag van benne, minden egyes injekció, vagy 3-as különböző dolgot szívunk föl. Egyik az a vízampulla, ami benne van a frekvencia, ami a kezelésért felelős, és hozzá B1 és B6 vitamint. Miért van hozzá a vitamin hozzá? Tehát nagyon fontos. Ugyanis azonokon a területeken, ahol az ér nagyon be van szűkülve, ugye sose tudjuk, hogy melyik az az ér, ahol utána a szer már szemben az oxigén hiány és a táplálék hiány miatt, na ott éppen az oxigén hiány miatt károsodnak a ott levő idegsejtek. És hogyha ezzel a kétfajta B-vitaminnal kombináljuk ezt az injekciót, akkor nagyon erős regeneratív hatást tudunk az idegsejteknek felajánlani. Tehát két legyet csapunk együttésre, egyrészt az ereket visszaállítjuk, a átjárhatóságukat, visszaadjuk nekik a rugalmasságukat,
automatikusan kezd csökkenni a vérnyomás, illetve a helyi idegsejteket regeneráljuk. Szóval ezért is nagyon sokkal pozitív visszajelzés a legkülönböző irányból. Én nagyon sokszor elkap a szomorúság, mert ugye nézem a hivatalos médiáknak a televízió csatornáit, ugye ott minden héten megjelenik az a híradókban, hogy adjunk vért. Igen. Ugye? Nyilván kell a vér, hisz az a rengeteg műtéthez, meg rengeteg megoldáshoz kell, rengeteg kezeléshez kell, de itt volt egy magyar tudós, itt volt a Horváth István professzor, aki képes volt művért előállítani. Miért nem kellett az a kutyának se? Az egy olyan fajta vér tudott előállítani, amit porformájában tonna számra lehetett volna tárolni az kórházakban, és amikor bárkinek vér kellett volna, csak föl kellett önteni konyhasóval, és azonnal mehetett, és 3 hónapig ellátta a funkcióját. Nem kellett vércsoportot meghatározni. Szóval egy fantasztikus, a technológiáját ismerem ennek az eljárás, nekem ezt elárulta, egy fantasztikus dolog, mégse kellett a magyar kormánynak. Ugye nem beszélve az ő vakcinájáról, amit annak idején kívül. Szerencsétlen ki, végül is úgy ellehetetlenítik, hogy aztán még elvitte el a magához. Szóval ezek nagyon szomorúvá tesznek. De most így a riport vége felé valami pozitívat keresünk azért, hogy a nézőkbe is valami életet visszatálni. Most végre újra van valami, ami nagyon-nagyon nagy segítséget tud adni az embereknek. Imádkozunk, hogy hagyják. Hagyni fogják, és reméljük, hogy egyre több emberen segít ez a Citonon Plusz. Én magam is fel fogok iratkozni a riport után erre a listára. Nagyon szépen köszönjük, János! Nagyon szépen. Köszönjük a nézőknek a figyelmet, figyeljék tovább is a CMM televíziót és a HUN televízió adásait is, amelyet igyekszünk közvetíteni. Viszontlátásra! Viszontlátásra!